Csak nem egy hónap szünet után magabiztos idegenbeli győzelemmel folytatta a bajnokságot az Alba Fehérvár. Az alaegerszegi 10 pontos siker előtt volt idő együtt készülni, bár a válogatott kerettagok csak később csatlakoztak a társakhoz, de úgy tűnik jót tett az elvégzett munka a csapatnak. Majdnem egy hónap szünet volt. Volt egy edzőmeccs, ahol tudtunk együtt játszani, ugye előtt a Paksa játszottak, ahol még nem voltunk. Szerintem egy magabiztos győzelmet arattunk Zalaegerszegen, ami azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb volt itt, ez a hátrajövő 3 meccsből ugye idegenbe, most ez a másik 2 már hazai pályán van. Azt meg tudtuk nyerni, úgyhogy most mindenféleképpen ezt a maradék 2-t is itthon be kell húzzuk. A hátralévő 2 hazai meccsből az első szombaton az Oroszlány elleni lesz. A vendégeket sok szurkoló készül elkísérni, és mivel itthon még negatív az Alba mérlege, semmiképpen sem mehetnek biztosra Pongóék, még úgy sem, hogy ősszel Oroszlányban győzni tudtak. Nem hiszem, hogy bárki is elbízná magát. Én azt érzem, hogy fókuszált a csapat az edzéseken, úgyhogy szerintem felkészülünk az Oroszlányban, most még ugye az utolsó edzésen videózunk egyet, és mindenki bele fog adni mindent. Hallottam én is, hogy ide sokan el fognak jönni, remélem a fehérvári szurkolók is sokan kijönnek. Nehéz mérkőzés lesz, ugye egy kemény, egy fizikális csapatról van szó, akik csapatkosárlabdát játszanak, tehát megosztják a labdát, úgyhogy nem lesz egyszerű, de itthon meg kell nyernünk. Az Alba sorsa nem csak saját kezében van az első 5 bekerülést illetően, de az biztos, hogy az Oroszlány majd a Szeged ellen győzni kell, hogy legyen esély már az alapszakasz végén bebiztosítani a rájátszásba jutást. Nekünk ugye mind a kettőt meg kell nyerni, de ahhoz a Debrecennek még egy mérkőzés veszítenie kell. Úgyhogy hát saját magunkra fókuszálunk. Persze szeretnénk ott lenni a legjobb öt között és a legjobb csapatokkal játszani a középszakaszba. Az Alba Fehérvár Oroszlány mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Gáz utcai sportcsarnokban.